Vészkereszkor már elkezdődött, és egészen húshagyókedd éjfélig tart a farsangi időszak. Ez az ünnepkör hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok, népünnepélyek ideje. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, inkább a gazdag néphagyományokra épül. Megvarázsoljuk, hogy a következő hónapban már egy gazdagabb és termékenyebb időszakot éljünk át, ezt hogy tudjuk átélni? Ezért farsangba tobzódnunk. Minél többször kellene tenni. A régi hagyomány azt mondta, hogy reggeltől estig enni kell, mert hogy meg kell varázsolnunk, előkül varázsolnunk a jövő gazdagságát, a jövő bőségét. Eleink ezt étellel, itallal próbálták megteremteni. Ez a német eredetű hagyomány a magyar körében is elterjedt, sőt, több királyunk is tartott mulatságokat, karneválokat ebben az időszakban. Az egyik legismertebb és 2009 óta a világörökség részeként is számon tartott szokás Baranyában a busójárás. A mohácsi néphagyomány a török hódoltságig vezethető vissza, amikor a helyiek úgy döntöttek, kiűzik őket a térségből. Ekkor birka bőrbe bújtak, rémisztő maszkokat faragtak és buzogányt, kereplőt ragadtak. Átkeltek a befagyott Duna jegén, és a Mohácson alvó törökökre rárohantak, és ugye ez a bau-bau, ezzel a hangos ordítozással, ezzel a kerepléssel, zörgéssel, és ezzel az ördögi pofával a törökök nagyon megijedtek, és elmentek Isztambulba. A hagyomány ezt élteti, és ugye ezt tartjuk napjainkban számon. A farsang csúcspontja a karnevál, vagy hagyományos magyar nevén a farsang farka. Ez a farsang vasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette zajlott. Ekkor rendezik meg a busójárást is.